Ha lezárjuk a határokat, azzal semmire nem fogunk menni. A kerítés az egy hatalmas bukás. A kerítés alkalmatlan Magyarország megvédésére. Azon leszünk, hogy minél gyorsabban le tudjuk bontani. Többek között ezek az idézetek szerepelnek az ellenzéki politikusoktól, azon a 11 plakáton, amit a Fidelitas helyezett el a Gárdonyi téren. A Kerítésbontok című vándorkiállítást először Tatabányán állították fel, most pedig Egerben, majd sorra járja országszerte a megyei jogú városokat április 8-áig. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az ellenzéki politikusok hogy vélekedtek a határzáról, és mi azt felháborítónak tartjuk, hogy ők ezt leszeretnék bontani, és ezzel a magyar fiatalok jövőjét veszélyeztetni, hogyha ők hatalomra kerülnek, és ne legyen kétségünk, ők ezt megteszik Brüsszel és Soros György nyomására. Lombecki Gábor figyelmeztetett, a migrációs hullámban 10 millió kellhetnek útra, és ha az ellenzék lebontja a határzárat kormányra kerülésükkor, akkor elveszik a magyar fiatalok jövőjét. A Fidelitas mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne következhessen be. A plakátok egészen péntekig lesznek a Gárdonyi téren.